Utoljára az Ózd otthonában álltak dobóállásba a Nyíregyházi Teke klub játékosai. Itt közel álltak a pontszerzéshez, három csapatpont is összejött, azonban a szerencse nem állt melléjük, és az elején összeszedett 150 fás hátrányt nem sikerült ledolgozniuk, és végül 5-3-as vereséggel távoztak egykori ideiglenes otthonukból. Ezzel bizonyossá vált, hogy 11 mérkőzésből 11 vereséggel pont nélkül fordul a következő esztendőbe a nyíregyházi csapat a férfi szuperligában. A vízharangot azonban még nem kongatták meg a Szabolcsi megye székhelyen, bíznak a sikeresebb folytatásban. Mindenképpen úgy gondolom, hogy a csapat küzdelmét látva abszolút még semmi nem vesztett, holott 11 mérkőzésből 11 vereségünk van, de nagyon bízom benne, hogyha ezzel a szellemmel, ezzel a nyugodt szellemmel fogunk készülni a tavaszi szezonba, akkor az első két forduló után, ami abszolút nyerhető számunkra, illetve fontos mérkőzés lesz, ott talán már fel tudunk zárkózni a 3 pontos békavelőréhez, illetve a 4 pontos Balogunyomhoz, és akkor onnantól kezdve kezdődik számunkra is a bajnokság, és majdnem, hogy egy kiki mérkőzéseket tudunk majd vívni a ellenlábasainkkal, tehát abszolút semmi nincs még veszve, egy nyugodt pihenésre kell elmennünk most a téli szünetre, és akkor tényleg úgy kezdeni a első mérkőzéseket majd január 3. hétvégéjén, hogy mindent beleadva, mindent egy lapra feltéve. Finta Zoltán azt is elmondta, igen megterhelő mentálisan, hogy idén semmi sem jött össze az együttesnek, sokszor hiába sikerült kiváló egyéni eredményekkel is előrukkolniuk. De kiemelte, az erős csapatszellemnek köszönhetően nem zuhantak össze. Azért érezhető, hogy mentálisan igen, akadhattak problémák, de mindenképpen egymás közt leültünk már a múltkori Szolnok elleni hazai egyfás vereségünknél is, hogy fiúk, semmi nincs veszve, nem kell temetni a csapatot, mindenképpen úgy kell innentől kezdve játszani, hogy egymást egyáltalán nem csesztetni, hanem mindenképpen segíteni, bíztatni, és tényleg, ha mindenki úgy gondoljuk, hogy megtesz mindent a tudásának megfelelően, és hogyha hozzáteszem, hogy a tavalyi szezonhoz képest csapatfában, illetve egyéni teljesítményekben nézve mindenki javult, tehát 8-10-12 fákat átlagahoz képest, akkor mindenképpen előrelépés van a csapatnál, csak éppen most a sorsolásnak és az egyes mérkőzéseknek köszönhetően abszolút pehesen jövünk ki az egyes egyéni játékokból, de mindenképpen úgy vagyunk fel, hogy egyáltalán nem kell elkenődnünk, ugyanis olyan fontos mérkőzéseink vannak a tavasz folyamán, ami abszolút nyerhető lehet, és akkor vígan bent maradhatunk a Szuperligába. 11 mérkőzésből 11 vereséggel eddig még senki nem maradt bent a Szuperligában. Finta Zoltán szerint azonban a statisztika hiába ellenük szól, ők azonban mindent megtesznek a bentmaradásért. Annyira egyházi tekés úgy véli, a következő fordulókban az Ajka vagy a Szolnok otthonából mindenképpen szállítani kell a győzelmeket, de a Balogunyon vagy a BKV is verhető ellenfél, és 12 ponttal már igen jól állnának a bajnokságban. De január 20-án az új év első összecsapásán hazai pályán a Kaposvár is fogható ellenfél lehet.